Ádám vagyok, a T2-t nézzétek, és az LG Spirit okostelefont láthatjátok, ami egy átúj középkategóriás készüléke, és érdekessége az, hogy 4,7 üveges kijelző meg van hajlítva egy nagyon picit, akár csak az LG G Flex 2, ami igazából középkategóriában eddig kevésbé volt jellemző. 4,7 üveges 720x1280 pixeles kijelzőt tartalmaz, 5,3 GHz-es 4 magos processzorunk van, 1 GB RAM-unk, 8 GB háttértárc, illetve készülék már Android 5.0 Lollipopot futtat. Az előlapon, ha jól megnézzük, igazából a keret az nem annyira vészesen vas, de bár itt alul lehetne némileg keskenyebb, így, hogy szoftveres gombokat használt az LG. Felül 1 megapixeles kameránk van, fény és közelségérzékelő, valamint hangszóró kapunk. Oldalról megnézve a telefon bal oldala, illetve jobb oldala is üres. Felülre került egy mikrofon és egy jack csatlakozó, alul pedig a micro USB és a mikrofon van. A hátlapra került a bekapcsoló gomb és a hangerőszabályzó gomb. Hasonlóan a G-széria többi tagjához. Felül a kameránk, amely nem emelkedik ki a készülékházból, az 8 vagy 5 megapixeles lehet a régiótól függően, illetve kapott vakut is. Alul egy hangszórunk van, maga a hátlap a 120 fém hatású, de igazából csak műanyag, és ez is minimálisan meg van hajlítva. Teljes egészében az LG G Flex dizájnját kapta el tulajdonképpen ez a készülék. Nézzük meg magát a szoftvert. Ahogy mondtam, Lollipopunk van, ami a legújabb LG felhasználói felületet kapta meg. Már mondjuk itt a menüben inkább a korábbi rendszer verziókra emlékeztet az, hogy a widgeteket én is el lehet még külön érni. Lehúzom az értesítési sávot, ez már az új felület, amely a Material Designból került ide. Beállításokban inkább a régebbi felületet kapjuk az LG-től. Úgy látom, hogy nincs lehetőségem megnézni a alkalmazásokat, az olyan pillanatban le van tiltva ennél a készüléknél. Megpróbáljuk, akkor mondjuk a háttértárat, ha engedi. Itt már engedi, tehát 8 GB a háttértárunk, ebből 3,13 GB érhető el pillanatnyilag, de valószínűleg ebből azért felszabadítható lesz több tárhely is, hiszen ez egy demo telefon, számos demo média tartalommal. A hátlap alatt 2100 mAh kapacitás akkumulátoron kívül, amíg microSD slot is többek között, így lehetőség lesz memóriakártyával bővíteni a telefont. Belemegyünk a software infóba. Láthatjuk, hogy Android 5.0.1-et mutat az okostelefon. Amit nem mutattam, az alkalmazásváltó is megkapta ezt a egyoszlopos felületet, amely a Lollipopban debütált. Nézzük meg a kamerát, amely 5 megapixeles jelen esetben. Hát ott az első kép igazából átlagos, tehát nem mondanám kiemelkedőnek, de annyira nem is rossz. Összességében talán egészen elfogadható is így kategórián belül. Előlapi kamera képét is megnézzük, amely 1 megapixeles. Hát ez is átlagos, igazából semmi extra nem lehet elmondani róla. Maga a telefon nagyon jól néz ki, igazából ez a Spirit tényleg így az LG G Flex dizájnjával nagyon kellemes, nagyon szép, valószínűleg akár sikeres is lehet. Ez volt tehát a barcelonai MWC 2015-ről az LG Spirit. Kövessetek minket továbbra is a T2.hu oldalon. Sziasztok!